visszatértünk a Hoffman családdal, és senki se boldog, mert tegnap borzasztóan lemaradtunk a visszaszámlálás, úgyhogy mindenki csak csaldott, visszabújtak az ágyba sírni. Jaj, ugyan már. Na mindegy. Jó, szóval arra gondoltam, hogy ma vasárnap van, és itt van a tavasz, ahogy látom, azt mondja, hogy jó az idő, úgyhogy majd, hogyha fú, neki fáradtnak kéne lenni, majd vele el akarok menni, kimegyünk a beachre, ő barátkozni, és fejlesztjük magunkat igazából ezen a nap nagyon elrosszul. Bár neki annyira nem kell sok minden, de olyan szó, megy mosogatni tök szomorúan. Na ő az egyetlen, aki meg úgy elkezd. Nekem, te miért vagy ilyen boldog? Várjál, mi az? Ő megvan vele elégedve, nem tudom miért. Jó van, de te papírt fogsz ellenőrizni, meg amit tudunk a beach-en csinálni. Te nem hiszem, hogy el fog tudni aludni, mert nem lesz elég fáradt hozzá. A kislány pedig barátkozni fog, úgyhogy megint kimegyünk a beach-re. Más teendünk nagyon nincsen. És úgy szerintem aztán valamennyire egy átugorjuk a vasárnapot, ezt a napot, és hétfőn remélem, hogy kapnak emelést, és akkor meglátom, milyen új dolgaik vannak. Én neked meg falat kéne fogni, ami valahogy nem megy. Vár csak gyors megnézem. Hogy ez hogy hallad? Nem, azt írja, pedig itt azt írja, hogy mint a halfogás, pedig azt mondja, hogy halfogás pedig, ez fogott már halat, vagy békát találni, de úgy érzem, hogy itt meg nincsenek békek, vagy nem tudom, hogy hol kéne. Hallass meg nagyon meg, de jó, ezt nem is vettem eddig észre, hogy ez egy nagy cápa, lufi. Vagy ez új, nem tudom. Ha, nem tudom akkor, hogy csináljuk. Szerintem akkor attól főtlen még gyors kimegyünk a beachre, és ha nem megy a horgászat, mondjuk látom, hogy kifog egy halat, és nem megy, ezt le kell cserélni. Nem lehet letakarítani? Ó. És látom, hogy nem megy, akkor tényleg elmenjünk máshova, másik helyre. Örül, hogy takaríthatsz. Ha, de jó teszed. Na gyors, együnk, te egyél valamit, és aztán kimegyünk. Elkezdett esni az eső. Ó, hát ez nem font, mert most a kislány akartam kicsit foglalkozni, hogy csinálja meg a cserkészetet, és akkor befejezni. Bár nem tudom, tínédzser korában lehet, hogy munkája lenne, és akkor... Mert arra gondoltam, hogy tínédzser korában is tudna valami iskola utáni dolgot csinálni, de szerintem akkor dolgozni fog járni. Jóvan, akkor gyors letusolsz. Te pedig szerintem akkor, ha már itt vagyunk, akkor csak fejezzük ezt be. Na, figyelj, itt van a bolha piac, akkor elmegyünk. Find snow globes és posztereket, ez 10-től van este 6-ig. Na, akkor majd oda megyünk el. Csak akkor mindenki hozza magát jóba, meg valamennyire készüljünk fel a házival. Maradt egy kis hal. Na, el is... Ha, el lett törve, nem baj. Majd meg lesz szerelve. Te a házidat megcsináltad-e? Úgy látom, igen. Akkor tudod mit? Mentálat ki van akasztva, social kéne. Meg... Akkor csak beszélgessünk úgyis termékbelisztői. Ja, itt meg hívják telefonon. Na, megint a télapó. Azt mondja, gyere, elmenjünk. Jó van, akkor menjünk. Elmenjünk a télapóval a bolha piacra. Hát, ha a kislány össze tudna barátkozni a télapóval, és ő lenne neki a barátja, de az olyan fura, de megoldható. Itt is vagyunk. Mint egy csoport vagyunk, na várjál, akkor barátkozunk össze. Azért milyen menő az, hogy a barátod egy télapó. Várjunk a kislány, te. Megbeszéljétek, hogy mindent lehet vele. Beszéljünk iskoláról, és aztán meg akarom ismerni, hogy milyen tulajdonságai vannak a télapónak, ha itt van, megölelem, jó van. Te pedig folytasd a házik ellenőrzését. Vagy ott hagytad? Szerintem szándékosan ott hagyta, hogy ne tudja. Nem látom, hogy itt lenne. Nem, hogy egy csámt akar. Jó, várjunk, nézni kell. Várjunk. Itt vannak ilyen feladatok, és nézni kell egy előadót. Várjunk. Ó, itt van a... Oké, szóval megzavarodtam. Szóval azért, mert Jonathan ide jött be, attól még nem itt van, hanem itt van. Nem tudom, milyen előadók vannak. Itt van egy.
Na akkor gyere, nézzük meg őt. Watch performance. Ő meg előad. Jonathan meg előad. Nem jön be, vagy mi a probléma? Szerintem nem tetszik az embereknek. Neki ez szépen jön, nem? Ne, ennyi volt. Oké, ez gyorsan meg volt. Oké, mit lehet itt csinálni? Nézzem csak, ez tök szép szökőkút. Bele tudom dobni egy egyest. Hát, nem. Itt mi? Ez csak étel? Aha. Ez itt mind étel. Hol van itt a bolha piac vajon? Ó, ezek azok, nem? Lámpát lehet venni. Ó, egyik se tetszik. Mondjuk ez talán. Meg ez, de... Ez mit lehet? Ja, itt nincsen semmi jó. Hát, akkor nem tudom, mit csináljon ezek után. Jövőre még itt is vannak dolgok. Ez milyen? Raptornak a karma. Ha, ez milyen valami bajusz. Tökéletesen megőrzött bajusz, azta. És mit lehet nézni, mire állnak ezek a székekre? Na mindegy. Kislány, te még beszélgetsz a Mikulással? Jó van, nagyon jól teszed. Most éppen apa jött volna nézni. Ja, apát ment volna nézni, de várjál. Mit tudtunk meg a Mikulásról? Várjunk, megöleli. Kíváncsi vagyok, hogy milyen tulajdonsága van neki. Jó. Az az egyik karaktere, hogy jó. Nem vagyunk barátok, még nem. Gondolom, hogy csak vele a legegyszerűbb barátságot kötni. Úgy hívják, hogy Clement az a neve. Meg akarom tudni, milyen tulajdonságai vannak. Elérte a tízest a kislány. Ja, várjuk, akkor van is már barátja, akkor barátok. Jó van, akkor még találkozunk két új színmel. Ez meg lesz, ezek kettő. Sajnos annyira nincsenek itt gyerekek. Mit csinálsz? Úgy beszélgetsz. Valaki közben itt nagyon köti ám a pénzt, Jonathan. Hát éhes voltam, mondja. Ezt vett itt chipset is, meg mi ez még itt? Ranch. Itt egy vámpirám, csak hogy tud. Na, kislány. Lehet, hogy most a másikkal nem is tudom találkozni. Még egy. Gyere, akkor vele. Vagy valaki nem jön. Hello. Oké, sikerült. Legyen egy legjobb barátunk. Legyen olyan nem fura az, hogyha ez egy ilyen férfi a legjobb barátja, ilyen... Egyébként nem is idősem, nem elderly, hanem csak adult, ez a neve, hogy Clement Frost. Egyébként apukáját, ez elég égő, hogyha az apuka meg az anyuka nem egymás legjobb barátai, de lehet, hogy nem számít, lehet, hogy az apuka nem számít. Mert az apukával volt egy ilyen opció, hogy meglát, tehát a legjobb barátá. De szerintem akkor csak... Micsoda? Nem furcsa, mert nem tudunk most már. Jaj, nagyon el kell menni a kivécére. Gyors elintézzük. Te meg mit csinálsz? Ú, neked elfelejtettem, meg kéne szerelni neked majd a izét. A tust az elromlott, majd a hazamész. Hú, ha szeretnél, egyébként itt tudnál. Miért akarom mindig karaokezni? Nem akarsz inkább kosarazni, vagy nem tudom, hasonló. Hát, ha azt tetszik neki, pedig megint a nézi az előadást. Várja. Jaj, neki ilyen cserkés cuccra kell menni. Aha. Jó van, akkor ezután elmegy. Az a baj, már nem tudom, ki lesz a legjobb barátja. De nem baj majd, hogyha most nem ugye haza is megyünk ám a szülőkkel. És akkor kislány is oda megy majd haza. El van magába, elkarahokézik. Hol van már neki az énekes szintje? Kettesen. Na, azért felment. De ha ilyen jó kedved van, akkor inkább gyakoroljuk az ilyen debate-et, az úgyis kell majd munkához. Bár mehetnénk már lassan haza is egyébként, mert nem csinálunk semmit. Nézd csak, hogy el van.
És közben nő neki a hírneve. Itt van, nézd, kirakta ide a izét is, amit ezt szeretnénk kérni a hét napban. De jó, mert pont gondolkodtam azt, hogy azt hogy fogom tudni, nem fogom elfelejteni. Public image. Egész jó. Tehát szóval nem híres, de kedvelik, gondolom, hogy jó a híre neki. Na jó, van, te is menjél a vécére, hogy már mehetünk is haza, szerintem menjünk haza. Jó, ja, várjunk, ezt be is zárom most. Akkor mindenki hazamegy. Jó, várjál, te is abba hagyhatod. Miért nem megy haza? Bejelentem, hogy menjen haza, és csak itt kóvályog, úgyhogy elmegy a vécére. Neki is azt mondom, hogy menjen haza, és akkor mindenki csak itt kóvályog. Na, ő már eltűnt végre. Oké, okay, mindenki itt van, mindenkinek baja van, és úgy néznek ki, mint aki, aaa, na ezt gyors szereljük meg. Nézd már, húzni lehet a stusolóba. Oké, okay, és akkor neked pedig szerintem, hát, stink drinket is tud csinálni. Mivel már teljesen fel van, tehát itt egy csomó mindenne fent van neki, ez a kettő, akkor legyen akkor a következő, szerintem a karizma az tök jó lenne. És akkor hogy is van a karizma? Ó, gondolom most már, mivel a social ki van akadva, akkor most már a karizma fog nőni. Nem is tudom. Gyorsan etessük meg a hörcsögöt. Attention low. Aha, nézd, ez kiírja ide. Teljesen tele van a pocak, meg minden, csak nem kap figyelmet, úgyhogy beszéljünk vele, és játszunk vele, hát ha nem harap meg ezúttal. Te pedig... Neked majd logika kellene, úgyhogy szerintem csak... mi ez a Converse? Legyen ez a research. Nagyon ügyes volt, el meg is csinálta, azt azért cseréljük ki, jó? Vagy ezt keresse meg. Na nézzük, megharapja-e? Nem. Na ez jó elmény volt akkor. Lukász hív. Örülök, hogy télapóval barátok lettetek. Hát veled lennék szívesen. Mit csinál? Rosszalkodik. Na, mindjárt jön apa, majd meg fegyelmezi. Úgyis kell neki még nem tudom hányszor. Oké, várjál. Téged akartalak felhívni. Nem akarsz eljönni? Legyünk a legjobb barátok. Na nézd, pont itt van. És discipline. Nyugodtan elmondja neki, hogy ne szemeteljél már. Ha mit csinálsz? És akkor ebből tanult is, mert egyébként ez pont írta nekem az előbb, hogy már kezdesz lefele menni. Úgyhogy neked ezt fel kell takarítani. Continue. Még egyszer ezt el tudom játszani, mert akkor nőne még egyet, nem? Jó van. És akkor neki még van még kettőször. Ezt viszont te dobott ki. És akkor végre egyed is valamit, ami nem csak chips. És ha már úgyis itt vagy, akkor ezt is fel kéne törölni. Kisfiú, az nem jön az ajtózni. Megint visszatért a... Ja nem. Vagy csak éppen csak. Na mindegy. Most itt takarítania kell neki sokat. Pedig szeretne esőben játszani. Jó, az hogy lehet? Valami padót kéne keresnem. Én gondolom, annyira nem esik az eső, vagy itt vannak ezek? Play in sand, play in the rain. Na gyere! Csak elkezd gyorsan, mert elszalad, hogy felszívódik. Na, nem sértett eléggé, ez gyorsan eltűnt. Jó van, menjél játszani a kis akcióhősöddel. Neki... Ez csak a logikája megy fel, de... Úgy olyan jól lenne, ha segítene a munkáján. Hogyha írna egy ilyen cikket, az segítene? Ezzel meg fogaljunk az írásra kezdődött el. Nem, logika nő ezzel is. Te meg unod magad, akkor gyere, fejezd be a házidat, amit elkezdtél. És itt hagytad, nem? Itt az asztalon? Aha. Szeretne keresni vámpíros információt a számítógépen. Nem tudom, mit csinált, de az emotional control-ja felment. Ja, gondolom a bazástól, a baba. Nagyon ügyes, elmosogat. Nézzük, a hörcsögben jó van, aha. Az oké, okay, akkor adjunk neki egy répát.
Elfogadta, jó van. Ekkor ezt várjál, soha. Lukasz, te nem jössz át, mi? Akkor csak beszélgessünk. Na nézd, most meg ezt tört el. Pedig azt hittem, hogy... Bárcsak? Őt neki a csörgő telefonja. Meg eljössz partizni. 9-ban már nem megyünk aludni, mert holnap emelésre számítunk mindenki. Bárcsak, te mindjárt befejezed, ugye? Nem. De azt hittem, ezt még úgy megszereltem, hogy ne törjön el sokszor, vagy nem tudom, mit csinálom, hogy szereltem meg. De sturdy fa, tehát sturdy, tehát hogy a csapnak erősnek kéne, nem kéne egyáltalán törnie. 9 óra van, szerintem te meg készen állsz az iskolára, nem? Kár, hogy ez a békászásunk azért nem jön össze. Látom, hogy elmegyünk egy olyan szomszédságba. Mit akartam, mi a házit? Ja. Hogyha ezt elolvasta, akkor ettől nő neki de ez úgyis olyan fent van. Inkább nem. Akkor menj aludni. Anyuka mit csinál, még mindig dolgozik a... Aha. De nem látszik, hogy nőne tőle a munka. Jó, van, gyorsan menjél el egyet fürdeni, aztán aludni. Te is, ha kész vagy, mindenki mehet aludni, korán fekszik mindenki, hogy frissen keljünk, és legyen előreléptetés. Ja, meg várjál, hoppá, ezeket meg kell csinálni. Hogyha csak... Mindig elrontom. Azért csak 75%, mert nem is ezt kell csinálni, hanem a számítógépen a másikat. Várjál, a karrier, education, és akkor ezt kell csinálnia. Ah. Ki? Ja, átjött a barátnő. Na várj, akkor a lefekvés helyett akkor csak beszélgessünk vele. Vagy ez nem nagy barátnő, meg igazából tökre nem kedvel minket, úgy gondolom. De gyertek be az esőről. Be is fejezte, úgyhogy abba is hagyhatod, mert van itt még dolog. Jó, itt még fel kéne takarítani, majd ezt szerintem a feleség fogja csinálni, mert ő már kezd el. Most legyen a lakmastok, törölj fel. Aztán mehetsz is aludni. Mi meg barátkozunk, megosztunk egy titkot, de úgy sem fogom most már megkérdezni szerintem addig, amíg... Nagyon itt feltöröljük a padot, aztán ha gondolod maradhatsz, de egyébként majd neki megy aludni. Mi csinál? Megnézi a repülőt. Na jó, megyek aludni. Nézd, lejutod a tabletezni. Ezt nem mozdítottam, elfelejtettem. Na mindegy, holnap van még az emelések napja, úgyhogy lássuk is. Oké, kislányjal kezdtünk, ő már fent is van. És akkor szerintem meg is tud mindent csinálni, mielőtt a szülők felkelnek, tud egy kicsit enni. De úgy látom, nincs kaja. Csak elromlott a halva ilyen hamar, pedig még 7 volt belőle. Hát akkor kitakarítjuk a kaját. Apa mindjárt kell, majd ő csinál valamit. Ez meg elromlott, a sellő elrontotta. Mert aztán elment, de táncolt itt egy darabig. Ja, hol van a babád? Nem akarsz a babáddal játszani, addig nem tudom, zsebre tette. Aha, addig játszál. Play with emotion. Ó, oh, wow, ez a képzelete. De király. Bement a szülők szobájába játszani. Hát elég ilyen valóságos szituáció. Te nem kelsz? Gyere, keljél. Így, aztán össze kéne ütni valami reggelit, ha csak nem. Hú, nagyon éhes leszám már Cseri is. De nem baj, gyors. Összeütünk valamit, nézzük, milyen reggelit tudsz csinálni. Legyen ez a megszokott gyümölcsaláta, hát ha most jobban megy, mint legutóbb. Várj, ez arra már menne enni, de mindjárt készül a gyümölcsaláta, ami nem tudom, ez dínyi, azt hittem, mondom, salátát vág fel. Hú, de nem jól megy, ez össze-vissza vágja az ujját. Addig cseteljél Lukásszal. Na csak sikerül már. A nagyon éhes, pedig mindjárt kezdődik a suli, nem süt időre. Gyorsan még egyet. Neki meg menni is kell. Fákert, minden baja van. Hát, de nem, azért meg lesz az emelés. Jó munkát. Enni is eszik egyszer, csak nem? Remélem, majd rá nézek még.
Te is mennyi jó van, elég volt. Bár igazából ő tök jó tanuló. Jó van, mindenki elment. Úgyhogy menjünk el az iskola. Oké. Okay. Szóval azt mondja, hogy a kisfiú mondja, hogy menjünk, tehát hagyjuk az iskolát, lógjunk a suliból, és menjünk játszani. Oké. Okay. Egy nightclubba mennek. Ki akartam próbálni, most már úgyis minden megvan. Arra jegyei nagyon nem tudna rontani. Wow, itt olyan hideg van. Ha, nézd, így, mi ez? Esik az hó. Na hát, ha akkor most jó barátok, figyelj, akkor vedd fel a ruhádat egyébként, ne legyél ilyen. Vannak ilyen télire. És utána pedig beszélgessünk. Hogy be kéne menni valahova, hogy ne legyenek már itt kint. Nézd, majd ide jöttek egy nightclubba a gyerekek. Akkor jöjjünk ide, jó? Mert nem akarom, hogy a kisfiúnak baja legyen, hogy megfázni fog, aztán nem akar barátkozni, mert mit tudom én. Várjunk azt, ugye itt csak itt belet, aha. Ja, várjunk, ez még mindig kint van attól független, de legalább nem esik ránk a hó. Vagy nem, most mentek be, jó? Na hát én ilyen helyen még nem is voltam, ugye? Gondolja magában Zara. Meg szerintem én se nagyon láttam még ezt. Vannak ilyen tök jó, ilyen kis lehet itt beszélgetni, itt van fenn a mostó, ilyen klub. Na majd hát a tínédzser korában éjszakánként egy szekétszer kilóg. Jó van, legyünk már legjobb barátok, mit szólsz? Oké, egészen fel sikerült vinni, most mondom, gyertek ide, ki beszélt, mert a fiú meg akart lógni. Közben lehet még... Ja, nem lehet közben dumálni. Nézzem, mit látnak. Esik a hó. A kisfiú biztos fázik. Azért. Egyébként hol vagy? Nem is tudom, hogy ez milyen részen van. De olyan kis jó kis, ilyen kis városias. Közben a szülőket beállítottam, hogy izé keményen dolgozom mind a kettő. Neki meg lesz az emelés, jól van. Neki nem. De hát nem is volt olyan közel hozzá. Te meg lógsz egész nap suliból, mi? Jó van, hagyjuk rá. Nagyon inspirált most emiatt. Hagytam, hogy viccelődjenek, úgyhogy most ilyen nagyon ilyen goofy, ilyen játékos a kislány. Jaj, mindjárt lejár. Egy perc maradt. Akkor hát, ha még délután át tudná hívni. Jaj, ez nem volt jó. Lement az empátia is, jaj. Kérjél bocsánatot. Na jó, menjünk haza. Elértem egész magasat, úgyhogy hát, ha még át tudnám hívni, még lehetnének legjobb barátok. Oké, emelést kaptunk, és most már meghozhatjuk a két választást, vagy egy ilyen környezeti menedzser. És igazából jön leszídni azokat, akik tilos helyen horgásznak, vagy nem tudom mi ez. Vagy pedig egy ilyen... Hát... figyelj, hogyha... először arra gondoltam, hogy mindenféleképpen ez, de viszont ha szeretném, hogyha sellő legyen, akkor ez tökre illik hozzá. Meg ez ugye érdekesebbnek néz ki. Várj, ez 127-et keres, ezzel meg 87-et. Ezzel a szombat meg a hétfő, vagy mi a vasárnap meg a hétfő szabad, ezzel meg a hétvége. Hú, a hétvége az ugyanaz, mint a családé. Jaj, nem tudom, melyik legyen. Ez lenne az ideálisabb, mert többet is keresne, a szünetnapok is olyan jók, viszont ez érdekesebb. Legyen akkor az érdekesebb. Közben anya otthon van, és észrevette, hogy nem fog azért. Mit kaptunk? Ilyen csak ilyen új beszéd dolgokat. Na jó van. Jó, siess haza! Ja, tudod, elmegy a világ végeig, mire hazaér. Én is most jöttem már meg az iskolából. Ne zavarjon a ruházatom. Gyors, befizetjük a számlákat, és 916. Lassan-lassan megy fel a pénz, amióta megcsappantottam, és akkor kint maradt a saláta. De még mindig jó. De akkor csináljunk valami vacsorát. Már számítógépnél ül. Csináljunk valami vacsorát, nézzük, mit tudnánk csinálni. Oh, Camper Stew, az tök jól hangzik, ez ilyen pörkölt mondhatni. Legyen spagetti, azt úgy szeretem.
lehet olasz. Van itt minden, legyen spagetti. Tetszik, hogy egyre többet mindent tudsz ugye csinálni, mintha felmegy a szint. És neked pedig jöskezik el a házit. Te pedig csak üljünk le a gépest, jaj, nem, ezt megszereljük gyors. Ezt megszereljük neked, mert mit kell most már csinálni? Ugyanaz logika a 8. Nem olyan. Legalább most már a fitness is kell hozzá. Megérkezett hozzánk egy fesztivál, de most nem megyünk ki szerintem rá, hanem csak itthon eltöltjük a napunkat. Zara már kész is van. Szeretném, hogyha Zara összebarátkozna hogy hívják a kisfiúval, Lukásszal. Legjobb barátok lennének. Ezt te tudod takarítani? Nem. Mondom, akkor hát, ha nőne a... Nagyon ügyes vagy. Egyébként te nem érted már el a 4-es szintet, hogy ezt itt... Nem. Pedig ennek nem kéne már rátörnie, vagy azt írja, hogy kevesebb alkalommal. Na gyertek, mindenki egyen spagettit. Kisem, én befejezem itt ezt a gyümölcssalátát. Akkor el is teszem. Hát nem volt sok, nem töltötte meg a hasát. Kis spagetti vacsorán, úgy szeretem a spagettit. Kihív. Elhív arra a fesztiválra. Bocs, most nem megyek, mert most egy csomó dolog van itt, meg kell oldani. Inkább a kisfiút hívjuk már át, ha tudjuk. Azt mondta, hogy jön. De ezt a feleset, hogy ide is ér, vagy hol fog maradni. Oké, nem tudom, a kisfiú hol van. Mindenki... Ó, itt van, nézd! Gyere, játszunk együtt. Nem jönnek a ház, azt mondom, nekünk kell kimenni az út szélére. Aztán gyerünk ide beszélni. Együtt, ha remélem, majd együtt tudnak ide jönni. Clement át akar jönni. Hát gyere. Clement would like to come over to hang out. Ja, gyere. Beszélgessünk itt. Na, meg nyugodtan táncoljam, ahogy szeretni, de hol csak hogy van? Nem kap figyelmet, meg már éhes is lassan. Jó, mondjuk azért szerettem volna Lukásszal barátkozni. Gyertek, beszélgessetek itt bent, mert nem akarom, hogy itt bármi legyen. Rosszul érzi magát, a WC-re kell menni, bármi. Te mit csinálsz? Csak táncol. Jó van, azt csinál, amit akar most igazából. De mind a ketten a számítógépet kéne használniuk, vagy kéne vennem saktáblát. Még igazából van is hely, hova lehet tenni, vagy amivel nő a mentál, mert mind a kettőnek az kéne. Gyors, megnézem. Várunk, nagyon kevésebb pénzünk, úgyhogy inkább megtartom. Jó van ez így. Vagy valami könyvet lehetne rá még róla olvasni, Max. Miből van ez? Ültessünk el valamit, hogy el lehet ilyenkor tavasszal? Kíváncsi vagyok, mik azok, amik... Season Spring. Hát akkor ezt el is ültetjük, szerintem. Lesz egy csomó eper, remélhetőleg. És akkor gyors elkezdünk kertészkedni. Remélem, odafér. Ez nem fog ám tetszeni, ez a kertészkedés. Általában belefáradnak a szímszek. Na várja, itt beszélgessünk a kisfiúval. Télapó azért elmehetsz, vagy nem tudom, ahogy gondolod. Olyan ígő, csak ott áll, azt hallgatja. Várj csak, anyuska, még nem fejezted be. Még meg kell őket locsolni. Nézd, tudtuk képet is készíteni róluk. Na hát jó, akkor nézzük, készítsünk. Na, a télapó rányított a pára a WC-n. Gondolom befejezte a... Befejezte... Mi nem? Nem, 70% nem nyílt meg át. Tök égő mondja. Megcsináltad? Jó van. Akkor most hát csináljuk most még egy kicsit a gépet akkor.
mi meg leszünk hamarosan, várj, nem megy még lefeküdni, pedig már 10 óra van, szegény Lukást is feltartjuk, de nem tudnánk legjobb barátok lenni. Nem vagyunk még olyan jóba. Pedig egész fent van. Itt van, legjobb barátok, oké? Okay. Ha nézzük. Ah, de aranyosak. És remélem ez így is lesz. Kíváncsi vagyok Lukást, mikor lesz. Hey, itt van ez a BFF, nem? Ha? Kíváncsi vagyok, hogy Lukás, hogy nő fel majd. Ó, te jó ég. 3 gyerek barátja kell, hogy legyen, és 2 felnőtt. Nem számít már az, amit megcsinált? Hát wow, ez az utolsó. Mondom, remélem, mert ez rengeteg. Jaj, hát nem is ismer 3 gyereket, az a baj. Ez soha nem lesz kész, mert nem ismer 3 gyereket. Akarnám sem, most csak, hogy megvárjuk, hogy Nani felnőjön a kislány. Egyébként nem nőtt fel, nézzem csak. Max felnövesztjük, mi meghívjuk egy szülinapi bulira, és felnövesztjük. Itt van még pici. De tényleg az lesz akkor, de ők akkor is csak 2. Főleg, hogyha ő nem is számít. Itt egy apa táncolni. Na jó, van, menjünk akkor aludni. Aztán ki tudja, lehet, hogy aztán tud, elmegy egyetemre, külön mennek az utak, de aztán egyszer csak kitakarítja akár a télapot, de te aranyos tőled. Na nézzed! Nagyon, nagyon aranyos, köszönjük szépen! Elment aludni, mindenki elment aludni, csak ő nem még. Hát, igazából jó van, mert te is. Ugye, ezt be kéne kapcsolni. És most már fókuszált, így jobban halad felfele. Hú, nézd, hogy felgyorsult. Na, jól van, aludjunk. Nézd, itt megmondod, hogy melyik kinek melyik száll. Én nem is, egyébként én nem jelöltem ki nekik. Csak ők kijelölték maguknak. Ha? Jaj, van valami az ágya alatt. Nem tudok-e a kisfiút megkérni? Gondolom nem, ha ne kelljen már szülőket felébeszteni. Nem etetted meg a hörcsögöt, vagy valami? Nem. Nem jössz el a télapón, gyere már! Mindenki el táncolni. Nem tudjuk megkérni, hogy fújja be a sprével az ágya alatt a... Nem, csak szülőt lehet. Akkor én apa meg többet aludt. Kapcsolj ki, mert el fogjátok rontani. Tényleg tök mérges. Igen, mert semmi... Semmi, izé... Jó kedve nincs neki. Mész most már aludni? Na jó van. Akkor holnap, ugye, a holnapi napig náluk kedd, és szerintem majd innen folytatjuk. Apának most már emelése kéne, hogy érkezzen, és meg úgy ugyanúgy folytatjuk magunkat, dolgozunk. És már szóval, hogy félúton vagyunk. Sajnos gyerekeket nem nagyon ismerünk. Úgyhogy max azt fogom csinálni, hogy max beköltöztetek egy családot egy nagy csomó gyerekkel, és akkor az is ezt is meg tudjuk csinálni. Mert látom, hogy már ez már számít, még 3 gyerekkel. Ja, azt fogom csinálni, hogy beköltöztetek egy családot valami másik házba. Kicsi ház, de nem fogok velük játszani, csak hogy legyen más szomszéd. Úgyhogy a következő rész majd akkor innen folytatódik.